Kedves nézőim, jelentkezünk megint. Műsorunk ma is tele lesz mindenféle furcsasággal és szenzációval. Lesznek ufonauták, lesznek javasasszonyok, és lesznek ufológusok a stúdióban. Azon kívül meghívtunk még egy szabaduló művészt is, mert nagyon sokakat érint ez a téma, és sokakat érdekel. Tudják, műsorunk nem megy el semmi furcsaság mellett szótlanul, mindenre választ keres, és megpróbál racionális értelmet adni mindennek. Hiába a furcsaság, hiába a sok megfoghatatlan, mi nem tagadjuk meg őket, és kérjük a kedves nézőket is, hogy figyeljenek oda ezekre a dolgokra, és hogyha bármit észlelnek, azonnal hívják műsorunkat, mi kimenjünk azonnal, és felvételeket készítünk, hogy mások is elhiggyék a dolgokat. Semmi baj, kedves nézők, tudják, néha megzavarják az adást, de ezekkel nem törődünk, a műsor folyik tovább. Első részében rögtön egy szabaduló művészt hívtunk meg, és talán már a harmadik stúdióban készülődik is a felvételhez. Kérem, kövessenek bennünket! Thank you.
szabadulás, de reméljük ez csak időleges, és mire visszakapcsolunk, addigra már szabad lesz. És most rögtön jön egy szenzációs képes riport egy budapesti lakásból, ahol igen, megérkeztek az ufonauták. Akármilyen hihetetlen, nézzük a riportot. Kássához, aki mint mondja, egy ufót rejteget. Menjünk beljebb, nézzük meg, hogy mi van. Ezt még nem vetted. És feltárulkozik előttünk titok ajtaja. A titok ajtóra. Akkor csöngessünk be. Miért ez? Kik vagyunk? A tévétől jöttünk, a nulladik típusú találkozásoktól. Azt mondták, hogy önnél van egy UFO? Menjenek innen! Akkor most bekopunk Józsi bácsival. Jó napot kívánok! A nulladik típusútól jöttünk. Beengednek kérem, hogy megmutassuk a nézőknek is a UFO-t? Honnan jöttek meg? Menjenek innen! Kérem szépen, mi nem akarjuk bántani, nem viszik el az ufóját. Mi csak leszeretnénk filmezni. Köszönjük szépen. Lépjünk beljebb akkor Józsi bácsi otthonába, ahol meglátjuk majd az ufót. Jöjjenek, ketten! Józsi bácsi azt mondja, e szoba mögött rejtőzik az idegen űrlény. Lépjünk be! Úristen! Józsi bácsi! Mi áll elé? Ez döbbenet! Józsi bácsi is! Nem fél tőle? Bácsák! Megszavarták! Megijed! Menjenek innen! Álljonok le! Álljonok le! Józsi bácsi! Mit tud tenni vele, hogy meggyugodjon? Meg van! Mit csináltok elé? Csimézed! Már nyugodj! Nyugodj meg! Nyugodj meg! Lancsák! Majd nem engednek elmenni! Itt maradsz! Látták maguk, mit csinálnak tévésen? Józsi bácsi is. Maradjon csöndben egy picit, maradjon. Minden rendben van? Úgy látom, Józsi bácsi, még nem egészen kérdő kérdét. De én megtanultam a hajlaskán mindent. Itt van két hete. És... Két hete már is? Mivel táplálta Józsi bácsi? Hát tudja. Mindig itt ül? Gyere, válaszolj már egy kérdésre. Hogy jött ide be? Látja? Itt az űrhajója. Ez az űrhajója? Ez itt? Igen. És? Egyszer aludtam és beszáll az ágyam mellé. Jaj, és Józsi bácsi nem ijedt meg? Hát tudják, én már sok mindenhez hozzászoktam. Gyakran jönnek magához ezek szerint? Nem, csak ez az első. De őt nagyon megkedveltem. Nem akar elmenni, azt mondja. Megszeretett. Érted, hogy mit beszél? Hát ez valami... Hát... Igen. Vegyük föl pontosan. Itt van. Józsi bácsi megengedte nekünk, hogy megpróbáljunk kommunikálni az UFO-val. Hát igen, megesküdöm. Segítene? Óvatosan. Kérdezi, hogy mit beszélünk, akkor mi jogja? Jézusom, mi történt el Józsi bácsi? Gyakran vagy itt? Menjenek innen! Menjenek innen, mondom már! Az elem!
valamilyen földi kapcsolata ezen a mostani Józsi bácsin kívül? Képsorokat. Megdöbbentőek, ugye? Tudom, hogy levelek ezrei és telefaxok százmilliói fognak érkezni a stúdióba perceken belül, ezért, hogy kicsit megnyugtassam a kedélyeket, meghívtunk a stúdióba a szakma két igen neves művelőjét, akik a Unidentified Flying Objectekkel foglalkoznak, magyarul Unidentified Flying Objectekkel. Két ufológusunk a stúdióban, UFO Jani, UFO Géza. Fáradjunk el! Ugye maguk is látták a képsorokat. Jártak a helyszínen. Pár szóban mondják el, hogy mit éreztek, amikor először látták. Már ugye csak a UFO behatolási helyét és a... Igen, igen. Meg még láttak valamit, de már nem emlékszem mit. Hát a kedves nézők láthatták Józsi bácsi plafonján szalai repedést. Nagyon szegény ember. Nagyon szegény ember, elmondhatom. De talán az UFO-ról valamit, ugye? Most nem a... Igen. Szociális igen. Drámák. Igen. Jártunk valóban a helyszínen. Jártunk. Bárcsak ne jártunk volna. Igen. Szörnyű. Megrázó erejű. Ha volt, már régóta foglalkoznak ezzel, tudnak valamilyen tudományos eredményről beszámolni? A hallgatókat nagyon érdekli ez a téma. Levelek 100 millió, faxok 10 milliói jelentik ezt, hogy mennyire érdekli őket. Értem. Hát igen. Mindannyian végzünk kutatásokat. Ki kisebb, Eredmény, a kutatásai. Az az igazság, hogy fotók vannak, de... Fotók is vannak, sőt, könyvek is... fotó, elnézést tudnék, nagyon hitet lennél. Vannak, fotók is vannak, sőt, mielőtt a fotókat bemutatnám, elmondanám, hogy könyvet is írtam erről, aminek egyéválás a címe, nem drága könyv, bár ezt ajándékba kaptam, lekaparták az árát, de tudni vélem, hogy 187 forint. Tehát ebben a könyvben is fotókat is láttam. Bemutatnám a fotót, amiről elmondhatom azt, hogy én találkoztam vele. Ezen a fotón az egyik általam észlelt UFO-t láthatjuk. Elolvasnám, mivel ez az olvasás ez rövidebb, tömörebb, a történetét is. Március 14-én késő éjjel hazatértem a hipnoterápiás
visszatértem a hipnoterápiás kezelésről, melynek során az E75 Fifth Street-el lakásom lezajlott eseményeket taglaltuk. Leültem, hogy még egyszer átgondoljam a dolgokat. Hosszú az emberi varázslás és mágia históriája. Nem voltak kétségeim afelől, hogy ennek javarésze végtelen emberek próbálkozása, akik környezetüket igyekeznek befolyásolni, melyel szemben gyakorlatilag teljesen végtelenek. De lehet. Lehet, hogy nem csak erről van szó. Ott ültem, és bámultam. Visszanézett rám. Visszautalnék arra a képre, amit az előbb mutattam a nézőknek, elképzelhetjük, mi megdöbbentő jelenet volt ez, amikor... Elég volt, kérem. Elég volt. A fejből nem tud beszélni, ugye? A könyvem, de hát a kutatásaim eredménye is ebben vannak leírva. Hát az érvek, amiket a riporter úr kérdezett, az érvek. Mindent leírtam, mert a szó elszáll, az írás, az megmaradt. A könyvben. Szemben lehetne erről a kérdésről vitázni. Itt tézisek és antitézisek ezzel járnak szembe, és telefaxok milliói érkeznek hozzánk nap, mint nap. Abban a kérdésben, hogy uram, Magyarországon létezik-e UFO? Igen, itt a kérdés. Uram, a közönség azt várja, hogy mutassunk egy UFO-t. Nagyon fontos téma ez, és pontosan a fontossága miatt hozzon egy UFO-t ide. De fényképet egy fogasson. Amivel belöltözteti az anyámszer, misztifikálod. Én ezt nem misztifikálom. Nem látod. Hát akkor meg maga mit akar itt? Milyen kutatásokról? Tézisekről fogalmazás. Én láttam, könyvem is van erről. Mit akar tőled? Az igazságot mondom. A valóságot. Inspiráció nélkül. Önök szerint elnézést. Nagyon milliók, telefoxok milliói érkeztek hozzánk. Az UFO-k járatnak filozófia órára? Az UFO-k előfordulhat. Emlékezzen vissza főiskolai tanulmányaira is. Mennyi ennek a valószínűsége? Emlékezzen vissza, amikor milyen a tanárok... Milyen érkeztetnek a filozófia órára, hogyha UFO-k járnak oda? Ez attól függ, aki videófilmet csinál, annak biztos, hogy jobb eredményt kell prezentáltatnia a tanár által, mint az, aki csak fölolvas valamit egy könyvből. A negyedik dimenzióból jöttem hozzátok le a harmadik dimenzióba. Maga mit csinál itt? Menjen már a kamerából, nem látnak! Menjen már elég! Kommunikálni szeretnék, hogy ez egy UFO-val foglalkozó műsor, sajnos nem tudunk. Uram, ilyesetben minek használsz szemüveget? Mikor volt ez a nyakkendő? Ki maga? Mit csinál maga? A bolygóról értem. Idegen bolygó üzenetét hoztam önöknek. A negyedik dimenzióból szálltam át. Mindenkit beengednek már? Ez az hagyjam már! Nem, ez az enyémnek sokkal szebb kék, még kék szeme volt. Nem ilyen a negyedik dimenzióból jöttem. Persze, mert én a három dimenziós képet ismerem. Nem lehet műsort forgatni, élő műsor. Hát kérem, ez felháborító. Béla, gyere meg! Ilyen műsorban nem is szerepnek többet. Ez biztos, hogy maga volt az, aki ebben a műsorban az imidzsemet rombolták szét ezzel. Én top komoly tudós ember ilyen műsorban nem szerepel. Megyek innen, maga elrombolta az imidzsemet. A Gallup Intézet szerinti közvéleménykutatásban ennek nagy szerepe van. Maga is menjen ki. És ne lökdössön engem, én tudós vagyok. Komoly tudós vagyok. Azért, mert megkaptam a Lottószövetség elismerését is például. Láthatták, hogy igen, heves vitákat kavart a kérdés. A többi műsorban majd visszatérünk. Ne üsse maga! Az eljövendőkben... Talán majd egy másik alkalommal ennél jóval bővebb és részletesebb információkat kaphatunk a kérdésről. De kapcsoljunk vissza a művészünkre, aki talán már szabadon futkározik Budapest utcáin. Oh!
élet néha szörnyű dolgokat produkál. De ne időzzünk túl sokat ezeknél a dolgoknál, mert még rengeteg tennivalónk és látnivalónk van a műsor folyamán. Kövessenek bennünket kérem Bözsi néni otthonába, az élő legnagyobb javasasszony. Akkor menjünk. Akkor induljunk. Fiúk, gyertek! És te, Bobek? Na, fiú, akkor gyerünk! Várjatok, miért nem vártok? Rögtön jövök! Várjatok! Lassan mindjárt megismerik azt a rejtét, amit a jósnők jelentenek. Derüljön hát fény a jósnők világára.
lesznek. Szellemet fogunk idézni. Thank you.
De ez még nem minden. Később visszatértünk Bözsi nénihez. Lássuk, mi történt. Annyi csodálatos dolgot mutatott nekünk. Mondja, a gyógyításhoz ugye ér? Igen, fiacskám, ahhoz is. Gondoltam, de mutasson valamit nekünk. Kérem a következőt! Mi a baja, mondja? Ez honnan jött? Mi jön a fiacska? Nagy baj. Nem ő, nem tudom. Mi a baj, mondja? Nagy baj, van. Nagyon nagy baj. Fáj a feje? Látom, minden elér. Az nem lehet baj. Nagyon nagy bajom van. Segítsen rajtam, könyörgös. Félkezű? Ne. Annál is rosszabb. Van egy farkam. Van egy farka. Mi? Kis lába. Kis lába. Jézus! A fél lábam van! Bárjus, a fejemen! A fejemen van egy nagy forgó! Eljön! Van egy nagy forgó, és szédülök! Annyira forog a fejem, hogy szédülök! Álljon le! Annyira forog! Mit tud ezzel tenni? A fejem tetején a forgó! Hát ez egy elég súlyos eset! Bözsike! Hát angyalom, tündérbe gyölök! Tündér is! Álljon le, ciki! Ti megmutatok! Más férfi örülne, ha ekkora volna! Ő meg itt ide jön panaszkodni! Hát, de meg ott van! Mit tud tenni, Bözsi néni? Kérdem újból! Hát hátul van! Jó tanácsokat tud adni? Receptet? Bözsikém, hát... Kopog! Jól van! Hát ezt megoldhatjuk, könnyen! Csak ne fájjon! Hát... Nem visel a fájdalmat! Nagy a gond! Jó! Ez szép, jó. Szép, de a lába... De kellemetlen is forog a fejem is, szédülök! Talán hallotta már azt a mondást, hogy és mégis mozog a föld, vagyis és mégis forog a föld a nap körül. Hát én is így vagyok. Forog én körülöttem. A nyakam körül forog a fejem, és már szédülök. Drágoságom, üljön le! Ja, üljön le! Csak gyorsan, mert már nem bírom sokáig. Maradjon mindjárt kap lábat! Az első két maratoni távot még csak-csak bírtam, de... Gyűjts aki! De ezután már... Ezt mondja. Ezután már nem ne tudom, hogy a nem fog legközelebbi futapestre csöndet kéne. Tudnék-e így indulni? Olyan lábat kap, amivel felfuthat a holdi? Jaj. Nagyon izgalmas percek ezek. Vajon mi történik? Jaj, neked egy nyilvonulságos az életünk. Egy riporternek sok mindent ki kell próbálnia, és... sok tapasztalatot szereznie. De mit akar ezzel Rózsi néni, mondja? Csak megmutatni, kedveském! Megmutatni! Szép! Jaj, nem, csak nem a másik lábamat is levágjam! Még csak az hiányozza nekem, hogy teljesen... Ááá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 
neki. Nekem se volt, hadd tudja meg. Tévések, átkozott tévések. Tőlük látom azt a sok gonoszságot is a tévébe. Mert ők olyanok. Kösikém,
számra kelljen. Na? A hajam! A lábam! A farkam! A farkam! A sincs! Minden! Vesikeri! Ha tudnék táncolni, bemutatnám, hogy fölkérném táncolni, Vesinéni. Ha tudnék táncolni, ha lenne zene, zene, zene! Akkor legyünk! Ebben te is egyetértesz, Bove. Kettőt. Jövőre itt.